Na, no, hello! Good morning, everyone! <laughs> Sziasztok, srácok! Készültem nektek egy külön húsvéti kiadással. Van pár fotóm az idei motorkiállításról. Ugye nálunk Szlovákián, Pozsonyban minden évben megrendezik a motorkiállítást. Olyankor a legtöbb márka elviszi oda a motorjait, kiállítja, a prezentálja és idén is megrendezték, négyében elmentünk, még március első vagy másik hetében. Lőttem pár fotót, és szeretném megmutatni nektek, hogy miféle motorokat láttunk idén a fővárosban, meg tetszettek esetleg, milyen újdonságok voltak. Minden motort nem fényképeztem le, előre leszögezem, mert inkább arra törekedtem, hogy mindent megnézzek, ráüljek, így kipróbáljak de előttem jó pár fotót, minden ilyen nagyobb márkánál, szóval megmutatnám nektek, és akkor kicsit megnézhetnénk, hogy miféle motorok voltak kiállítva, így a 2024-es motorkiállításon Pozsonyban. Akkor az első mappa, amit így készítettem nektek, az az apríliájé, meg is rakom így nagyba, itten kevés fotó van, de többinél már több lesz. Na szóval ő itt az Apliénák a 105-ös robogója, az SRGT 105-ös. Megnézitek, amúgy nagyon szép kis motor. Nem tudom mikor kezdték ezt gyártani, de ez, ez megfogott engemet, le is fotóztam, nagyon szépen néz ki szerintem. Ilyet simán elfogadnék szerintem így a városban munkába járni, vagy suliba járni, azért az apríliák azok mehetnek szépen, főleg ezek a 105-ösek ezek nagyon jól mennek, ugye régi öreg modelleknél is köztudott, hogy a 105 es apríliák azért mentek rendesen, még az 50-esek is, úgyhogy szerintem itt sem kellene férni, hogy nagyon lusta lenne ez a ös Következő motor, az már a sportmotorja az apríliának, láthatjátok, hogy ez is nagyon gyönyörű motor, ez már sor 4, jól tudom, ez a Tuno V4-es, ha minden igaz, Raktak rá egy csajszit is, lehet látni a mosolyán, hogy elégedett. <laughs> Na szóval ez, ez is nagyon dura motor volt, ki volt állítva szépen, nagyon sokan fotózták, ráültek, körbefogdosták, brutális megnézitek, művek, brembófékek, maga az a kialakítás is, ez, ez, ez az egyik legszebb motorja az apríliának szerintem. Menjünk tovább következő fotóra, igen itt láttunk egy közelebbi fotót a jobboldali visszapillantóról. Igen, pont itt van, ha látjátok. <laughs> szóval itt ez is le volt külön így fotózva. Aztán itt ennyi is lényegében a Priniánál. Főleg ezt a három képet fotóztam. Ez ami megragadott engemet. Megyünk tovább, akkor ilyen nagyobb kategóriát csináltam. Itt meg fogjuk találni a benelli a kíveit a Simet, a Linhajt, a Kimcsót és a Piaggio-t Itt elég sok mocit beraktam ebbe a mappába. Ez főleg az a kínai vonal fog következni, ami megvolt volt található így a kiállításon Na, itt van az első moci, az is látszátok, hogy durva, ilyen kis csopperos kinézetű kínai moci, az a kívének a nem tudom milyen modellje, 302-es, akkor gondolom ez egy ilyen 300-os moci volt, bár szerintem nem vennék rá mérget, mert nagyon nagy motor van benne, úgyhogy szerintem ez lehet, hogy van egy ezres is simán. Na, hogy ez is megfogott engem, azért le is fotóztam, megnézitek, nagyon szépek az első kerekei, első kereke, maga a tank is nagyon szép volt amúgy, megnézitek akkor a hűtésnek is ilyen nagyon brutális ilyen ö, csavarót raktak a tetejére, ugye leömlők, szépen itt jön ki egy elől, hátul is kijön egy, ilyen V-motor lesz több valószínű. Úgyhogy meg is van dobozolva két oldalról, ülés is jó kényelmes volt rajta, rájöttünk erre is, láthatjátok a hatalmas ülés van rajta, jó vastag. Háttámasz is van, hogyha valaki hátulra felül, akkor meg is tud támaszkodni rajta. Úgyhogy fasz a, a is jó szélesek, jó vastag gumi jól ellátva úgyhogy tuti kényelmes lehet ezen is motorozni. Ez a 302-es kívei modell, benda, úgyhogy így megtaláljátok, ha valakit érdekel esetleg. Még egy kép róla előről. Ugye aztán volt a benelli is a része. Na itt van egy 105-ös V125. Hmm. RKV 105, akkor mégis 105-ös, jó, ja, hogyha akkor is 105-ös modell, megnézitek, be is jó kis pofás gép, de erre is ha ránéztek, akkor meg nem mondanátok például erről sem, hogy 105-ös modell. De így, hogy már ugye rá van itt hátúra ragasztva a matrica, így most már 100 hogy 105-ös, mert hogy így beépítésre megnézitek, Isten bizony, hogy valaki megnézi oldalról, vagy előről. Isten, Ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ez 105-ös. Mondjuk ott élőben azért biztos lehetett látni, azért a fotók egy kicsit azért szoknak így ö, ferdíteni. De viszont láthatjátok, hogy így kinézetre, egész kis pofás motor. Aztán itt voltak még ilyen Naked motorok, ezekről is lőttem egy fotót. Na itt volt ilyen kis túrások gépjük. Ez mi volt? T600 GT Super Dual na ez, ez 600-as moci, megnézitek? ára. Így, az jó drága, 18.500 csak Na, de ez viszont már egy 600-as moci, és így egész jól nézett ki, azért le is fotóztam. Ez ilyen off motor. Ezt is meg lehet dobozolni szépen körbe, el van rá készítve már a tartó konzol is, azt sem kell megvásárni rá külön. Szépen ilyen bukókeret is van rajta, látjátok, plusz lámpa van rajta két oldalról, jó vastag lábtartók, főleg a sofőré. Ugye brutál. kerekek, szép külsők rajta. Úgyhogy szép kis moci volt ez is. Itt van a következő, mellette volt ez ilyen régi klasszikus kaféré-szeres stílus. Ez is, főleg ez a narancsárga színnel szerintem nagyon odavonzotta a tekinteteket. Mondjuk ez a, <laughs> ez a klasszikus index, ez a narancsárga körtés, ez nem annyira szép szerintem de viszont ez a stílushoz viszont még jól néz ki. Na, itt voltak azok a nékidek. Ezekből is már nagyon sokat alattak, rengeteget látni ezekből az utcákon, ezekből a kis 105 -ösökből. Nagyon fiatalon, aki megcsinálja az első jogsit, 11 kw Nagyon sokan felénk itt Szlovákián ilyen 105-es RKF-eket vásárolnak, sőt, még nálunk is van ilyen a faluban valakinek. Múltkor láttam. Az ilyen, hát ránézésen KTM koppintás amúgy, ha megnézitek, akárki akár karmit akár mond, ez a KTM koppintás egy az egyben, főleg ez a kinézet, de hát szép motor, olcsó is, és hát olcsó rá az alkatrész is, meg hát ugye korán lehet vezetni, milyen 105-ös, 11 kW-ig van, úgyhogy let's go. Következő mocik, no, egy is ilyen kis rosszosabb állítottságú motorok, Ennyi voltak 4000 eurók, hát nem olcsók, de viszont nem is annyira drágák. Ezek is ilyen gépek. Ezek ilyen, ilyen, Suzuki-ra ilyen Suzuki koppintás szerintem. A suzuki van vannak e fajta motorjai kinézetre, szerintem főleg arra hajaznak ezek a dizájnok. Na, itt vannak újabb két moci, ez is nagyon jól nézett ki, azért is lefotóztam. Nagyon szépek amúgy. Mind a kettőt elfogadnám, úgy a sárgát is, még a pirosat is simán. Na jól néz ki. És is a kettő 105 a sárga is, még a piros is. Ezeket is megtaláljátok, ilyen SM 125 név alatt fut, futnak ezek. Sőt, ez már 500-as, ez a másik. Ez a jobb oldali, ez 105 ös ez a piros viszont már 500 cent is. Úgyhogy nagyon szép az is amúgy. Na, újabb moci, ez is elég gyönyörű volt. Két hengeres gépezet. Kínaiak nem oda tették magukat, rengeteg motort prezentáltak a kiállításon. Nagyon szépek voltak, ez a Benelli-nek ugye ez a TRK-ja, ebből is ideig voltak az 500 köpcentisek. Most elkezdték gyártani 700-os modellt is belőle, ez a fotó most konkrétan a 500-os. Ugye ideig ez volt, ebből rengeteget eladtak a Benelli-nél, és miután hatalmas sikere volt ennek a 500-as motornak, így most kiadták ugye a 700-as verziót is, és ha jól tudom, abból a 700-asból is nagyon, nagyon, szép számban folynak el a motorok. Ú, az 500-as modellje benelli ez is nagyon szép, és gyönyörű modell. Nem tudom, annyira ott képben a motorokkal, vagy a modellekkel, de ez a motor szerintem nagyon nagyon hasonlít a Ducati Diavelre, szinte annak a koppintása. Megnézzetek azt a motor, meg ezt a mocit, akkor nagyon hasonlít magára a kettő, egymásra a kettő. Úgyhogy nem tudom, ez ilyen 35 kW körül mozog, ha jól tudom, ez 500-as, szóval hogyha ilyen 18 éves korig szerintem ezt is simán tudnám ajánlani mindenkinek így kimotorozni ezt, és ez is bőven elég bármire, és még kirándulni is el lehetne menni ezzel, mert úr dobtok ide valami zsákot, ide a sofőrülés mögé, szépen rákötitek ide a támoszra, és mehettek el még messzebb, hosszabb távra is kirándulni. Na, ha megnézitek, a kínaiak nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy pózolgassanak a motornál. Adtak pénzt a csajnak, aztán csak főleg a telefon nyomta. Hát, katasztrófa. Az olyan, a új motoroknál elektronikát bevezetik, és akkor csak a gond van vele. Itt is csak a telefon nyomta, aztán annyi volt az egész. Na hát, ennyi. Na itt a következő TRK, ez már a 700-as modell, ugye előbb előbb amit mutattam nektek az volt az 500-as, ez már viszont a 700-as modellje neki, az újított verziója, miről beszéltem, ebből is rengeteget eladtak már. Erre konkrétan rá sem lehetett ülni, mert már el volt adva, nagyon sokan megvásárolták ott is a motorokat a kiállításon de hát nem is csoda, ugye már sokan kipróbálták egyből, beleszerelmesedtek a motorba, és adtak egy foglalót, vagy konkrétan helyben valaki kifizette, és akkor már le is volt foglalva neki, és utána a ment is érte. Ez is meg volt dobozolva, jobbról, balról, hátulról. Gyönyörű motor, ez is amúgy két henger, szóval nyomatékos is, al alsóbb fordulaton is, úgyhogy ezzel sincs probléma szerintem. Szép nagy láptartók is vannak. Maga a dizájn is amúgy nagyon sonlít az 500-osra, kicsit nagyobb lett a motor, így termetesebb, de viszont tartották magukat az 500-os dizájnhoz, de gondolom nem is csodami mi alapból rengeteget alattak az előző generációnál. Ú, hát ezt azért fotóztam le főleg, mert ez nagyon, nagyon csúnya motor volt. Ez a kimcsónak a három kerekűje. Hát ez, ez nagyon gáz volt ez a moci. Ezt odamentem, ez 555 centis robogó volt három kerekű, láthatjátok el, két kerék, hátul egy. Oda mentem, ott volt egy csávó, aki prezentált ezt a mocit. Kérdeztem tőle, mondom, ebből a motorból vásárol is valaki, mondom, nagyon ronda. Rám nézett a Csáva, és hirtelen nem tudott mit mondani. Gondolom, még nem mondta senki aznap, hogy ilyen ronda motort prezentálod, de hát ez van, hát őszintén megmondtam neki, aztán csókolom de is jól megnézzük, 500 köpcent is moci, és 14 ezer euró, hát ez olyan drága, szerintem, mert senki és életben nem fog ilyet megvásárolni. Na, itt, itt, itt is ilyen faszak is Vespa koppintást láthatunk. A Like néven <laughs> fut ez a kis Vespa koppintás. Vannak kínaiak, megcsinálnak mindent. És a kimcsónál voltam, hogy láthatjátok. Uh, Kim Like, andurva, durva. Ja, Like mondom én hogy nem tudom, ez is, hogyha nincs pénze valakinek vespa akkor vesz ilyen kínai kopintást, igaz, hogy lehet, hogy negyed annyit fog kibírni. Nem tudom, hogy milyen összeszerelősi minőségben vannak ezek, hogy vannak összerek, milyen jó minőségben, de hát nem tudom. Ugye két év gari van, így is, úgy is, szóval, hogyha árban sokkal jobb, mint egy Vespa, akkor miért ne neki kipróbálni például. Na, itt a lénajoknál itt voltak a quadok is, láthatjátok. Itt is érdemes volt egy fotót lőni, főleg így, hogy már sokkal komolyabb minőségű kvadok ezek. Kis rá, kicsit rá is közelítek. Na, úgyhogy egész jó kis kvad, ahogy látjátok. Meg kell nézni mindenhonnan. 4x4-es. Elől ütköző Kerekek is egész faszák. Hátsója vadnak, kvadnak. sem lát rossz. Igen. <laughs> Kár, hogy nem látni jobban. <laughs> Na, no, hogy szóval az is, is, az a quad is az nagyon, is. Nagyon-nagyon szép, hogy látjátok. Szerintem bárki kipróbálná az e fajta kodot. Na, itt van egy közelebbi kép. Szintén a visszapillantót próbáltam fotózni. Ez is az a tipikus ívelt visszapillantót rajta, ha megnézitek. A tipikus ívelés van a visszapillantón, de viszont egész nagy, egész nagy visszapillantók voltak rajta. Szóval szóval nem rosszja. Ma itt van egy újabb quad, voltak quadok is, rengeteg quad voltam, hogy kiállít, a főleg itt a Linhai márka név alatt. Itt van egy újabb háromkerekű moci, ez a piaggio volt. Ez 530-as, ugye is 500 centi feletti. Ez is amúgy már mehet, szerintem simán ilyen 140-nel is, 150-nel is akár. Bár, nem tudom, inkább mondanak, hogy ilyen 130-at ilyen végsebességre. De hát ez sem van szép szerintem. Ja, ma ugye megcsinálta a Nikent, ezt a három ügyét, és azóta a kínaiak próbálnak ilyen háromkerekű kopintásukat csinálni, de hát ez van. Na, itt a SIM. A színnek szerintem ez egyik legszebb robogója. Ez a 105-ös uh, Jetix uh, robogója. Szóval sikerül majd idén, 2024-ben. Uh, ledumálnom az egyik üzlettel, hogy esetleg megkapjam egy hétvégére ezt a fajta szímet, akkor erről szívesen csinálnák nektek valami bemutatót, mert ez, ez kinézetre, az olyan, mint egy Batman robogó, nagyon jól néz ki amúgy. Árban is nagyon jó, jól tudom, ilyen 2000 2000 euró között mozog, de viszont totál fullos minden van rajta, ami kellhet lehet, 105 jó a fogyasztás, kinézete nagyon jó, kinézetre szerintem a top 3-ban benne van a 105-ös robogók között ez a, ez a szín, legalábbis én nálom, ez, ez gyönyörű modell. Tehát még egy fotó, ez is egy szín, ez a színnek a következő robogója, ez is, ez is nagyon jól összem, akkor megnézitek. Ez is megért egy fotót, ez van ilyen munkába járósabb. Na, el is fottak ezek a kínai vonalak. Átünk a következő mappába. Most állítottunk a BMW-hez. Nézzük akkor a BMW-nek a mociait. Na, itt volt az első. Ez olyan volt, mint egy űrhajós <laughs> rovogó, féleség. Nem tudom, muszáj volt lefotóznom, mert még ilyet nem láttam a BMW-nél nagyon durva, nem tudom, ez ilyen, ez ilyen jövő, jövőbeli futurisztikus design kapott, nem tudom, hogy milyen BMW lehet ez, vagy hány vagy valami, de, de nem tudom, hát nem is nézett ki jól viszont, ez ilyen limited edition a látjátok, rá is volt firkantva. Lehet, hogy csak ilyen concept motor lényegében, ami nincs is kiadva, de nem tudom, ha valaki ismeri ezt a mocit, akkor nyugodtan írja meg kommentben, hát valakit érdekel kicsit. Itt az volt az egyik BMW, ó, itt volt a 310-es, igen, ez nagyon jó, ez is ugye belefér a 35 kW-ig az A1-es jogsihoz, szóval valaki szeretne fiatalon kezdeni valami 300 400-as pörgős motorral, akkor annak bátran tudom ajánlani ezt a, ezt a motort. Ilyen ismerősi körényben nincs ilyen moci, de viszont hirdetésekben szokok látni itt ott, hogy árulják az emberek ezt a fajta mocit. Hátul van kapaszkodó gyárilag. Próbáltam is már amúgy, mert volt, hogy... Majdnem volt egyszer, hogy vásároltunk egy ilyet. De viszont az volt a gond vele, hogy elmentem kipróbálni, és 5000-es fordulat felett elkezdett kalapálni itt a motornak a jobb oldalán valami, és nem tudtam, hogy mi az. 5000-es fordulattól egészen ilyen 8 es fordulatig, vagy egyre jobban ment fel a fordulat, egyre jobban hangosabban kalapált, mintha valami fémcső szért volna, mert van a jó hegesztés, vagy fogalman sincs. Visszamentem a motorral a próba körül után, kérdeztem el a dótól, hogy mi kalapál, azt mondta, hogy nem hall semmit, hogy nincs semmi baja a motornak. Komolyan, neki akkor ember, akkor további sikeres árulás, de mondom, de viszont nekünk nem kell, <laughs> hogy szerintem semmi baja. Na, a következő moci, ú, hát egyből az S1000R, <laughs> ez új modell, ugye ebből is már kiadtak egy új verziót. Az öreg modell szerintem sokkal szebb volt, mint ez az új, oldalról nincs soha nagy különbség szerintem látványban, talán kicsit a hátsó részét csinálták át a mocinak, meg az elejét főleg azt, azt, csinálták nagyon át előről ezt a mocit. Az öreg sokkal jobban nézett ki, most az új modell, az új kinézet, ez sokkal ilyen kerekebb, ilyen sokkal nagyobb lámpa lett így egy elől nem tudom, nem annyira szép. Igaz, hogy fullos motor, meg minden drága rajta, igyekeztek a legjobb minőségi cuccokat belerakni, de viszont itt is a kinézet, amin, amin, kicsit elvérzett ez az egész. De hát ezzel valakinek ez tetszik. Hát ez is megért egy fotót. Itt még egy kép, ugye erről beszéltem, erről az elejéről. Hatalmas lámpa felül, arulról is még egy hatalmas lámpa, mint egy kükklops, kü egy dupla szemű Küklops, Akinek <laughs> egymás felett érzkedik el a két szeme Hát ez van, mondom, nem tudom Maga a motor szép, csak onnan az első, első lámpa búra, nem a legszebb rajta Ó, itt az XSR? Igen, 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 az az, az XR. Ez is, ez is nagyon szép Erről a Dodornak van egy nagyon jó teszt videója, nagyon dicsérte ezt a mocit Hát igen, volt alkalma kipróbálni, én is szívesen kipróbálnám, de hát sajnos ilyet még nem tudok intézni, az még túl kicsi a csatorna. De látom, hogy ez kinézett, de amúgy ez szerintem 10-ből 10-ese is. Főleg úgy, hogy még életet megvenné, már tudnál túrázni, sportosan is motorozni, ez egy totál fullos motor lenne. Még kinézetre is nagyon penge szerintem. Igen, az új túramocia a BMW-nek igen, 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 itt is ugye felvitték már 1300-asra. Az öreges csak 1250 volt, ha jól tudom, az előző modell, és ezt a új modellt pedig van 1300-ra főtolták. Ez amúgy egész szépen néz ki, az a boxer motor, ez durva, <laughs> kilógnak oldalra, ezek a nagy hatalmas hengerfejek, lámpák, hatalmas lámpák vannak rajta, két oldalt, első fényszóró is, hát nem mondanám, hogy szép, de viszont biztos teszi a dolgát, dobozok rajta, irányjelzők beleépítve ugye kézvédőbe, nagyon durva hogy előző generáció is 1250-esek is azok ki lehetett a le motorozni a világból, rengeteg uh, hirdetést találni azokról is ilyen 80-100 kilométreket rámennek, Szóval megbízhatóságra biztosan csillagos ötös, és szerintem ezzel ez alól új modell sem lesz kivétel. Na, itt van feketében is, láthatjátok, feketében is nagyon penge, és ilyen full ilyen dark side -os. Jól néz ki nagyon így feketében is. Na, és itt volt egy faszi, aki egy öreg BMW-vel szinte, hogy körbejárta a világot, le is fotózta, hogy hol volt konkrétan, láthatjátok, bejárta egész Amerikát, Európát, Afrikát, Ausztráliát, Andurva, úgyhogy mindent bejárt vele. Tele is rakta matricával a motorját. Így néz ki előről. <laughs> Ezen élt lényegében a csáv. Itt van neki hatalmas sátor. Pótkerekek, benzintartály, dobozok elől, hátul, jobbról, balról, minden onnan. Nagyon durva, megnézitek. Na itt van, egy konkrétan 135 országon ment keresztül, hat kontinensen és 450 ezer kilométert ment rá erre a konkrét motorra. Ugye kis ki írta, hogy egy motorra tette meg ezt az egész utat. Ahogy lefotóztuk hátulról, és a maga a váz is már kicsit el volt görbülve, megnézitek, akkor a kerék, meg maga a fárakodott rész az kicsit görbe egymáshoz képest, de hát ugye majdnem fél kilométert ráment a csávó, hat kontinens, 130 ország, azért az nem semmi, és mondom, ez, ezzel az egy motorral csinálta meg ezt az egész nagy utat. Megnézitek, ez a motor, ez, ez, teljesen le van élve, de még a mai napig működik, és ugye hát bejárt vele az egész világot a faszi. Ott árult könyvet is, lehetett tőle vásárolni, dedikálta is, rá lehet keresni. Ő volt az konkrétan, lehetett vele fotózkodni és ilyen piros vonallal kiírta lényegében, hogy merre járt így a világ, világon lényegében, útvonalát így berajzolta. Úgyhogy lehetett trikót venni, könyveket, azokat is dedikált, itt vannak a könyvei, úgyhogy mindent meg lehetett nála tekinteni. Na, mehetünk is a következő részre, ami nem más, mint a CF moto. Ki okay. Na, itt van az új 650-es CF-moto. Ezt le is fotóztam, egész jól néz ki. Az nagyon hasonlít a 300-os NK-ra. Ugye ez az 650-es verziója, szinte egy-egyben ugyanaz, csak dupla akkor a motorral. Ez jó egy következő ugrás a 300-as után, hogyha valaki maradna a CF-motonál. A következő moci, az a teljesen új modellje a CF-motonak, ez a 450-es NK ugye 300-ról felmentek a 450-re, ugye a CF motornál úgy volt, hogy ki volt adva a 300-as sportmotor, 300-as NK, és utána kijött a 400-as, a 450-es sportmotort kiadták, a 450-eset, és idén 2024-re pedig a 450-es sportmotorból a blokkot áthelyezték egy ilyen naked és akkor ez lett a 450-es NK. Megnézitek, akkor kapott egy teljesen új dizájnt előről, irányjelzők, jól tudom, már itt oldalt vannak, igen, van ilyen karbonos ilyen hatás magán az egész motoron, több helyen. Ez egész szép motor lett így kinézetre, nagyon jó, élőben is gyönyörű, meg ugye ez már 450-es, két hengeres, úgyhogy ez, 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 már mehet, ez simán ilyen, ilyen 400-os kalszaki szinten lehet, ugye azok is jó motorok, vagy a 400-os gyúkok, 390-es Azokkal van egy, egy, egy kategóriában ez a motor. Úgyhogy sokkal kényelmesebb, mint a sportmotor, de viszont erőben ugyanannyi. Sőt, még lehet, hogy kicsit jobban gyorsul is, alsóbb fordulatszámban. Na, itt van a 800-as Enka, ez is egy új modell, ez is egy 2024-es modell a CF motornál. Ezt is nagyon reklámozzák, agyba főbe ezt a motort ebből is két verzió van, van egy fullos és van egy alapverzió. Ezt ha jól tudom, akkor ez a fullos verziója, ez 8450 euró, igen. Ha jól tudom, akkor ebben van gyorsváltó felle, és ilyen nagy ilyen tablet méretű képernyőt kapott ide a kormányhoz, ha megnézitek, ilyen állított tablet féleséget. Főleg ez a különbség, ez az állított tabletes kijelző. Igen, itt, itt így néz ki, alattam a moci, úgyhogy jól néz ki. Motor is, meg a sofőr is. <laughs> úgyhogy, ja, úgyhogy ez az ez egész, egész testhez álló motor voltam úgy. Na, a 4.50-es blokk pedig kapott ilyen kis ö, túrás verziót is. Ez lett a CF motor 4.50. Ja, úgyhogy ez is, ez is, ez is brutális, ez a 4.50-es túra verziója szomorúabb ilyen Adventure-ös ilyen 450-es Adventure is lett belőle ezt is nagyon reklámozzák, szóval most már a 450-esnél van a CF-nél sportmotor Naked és ilyen Adventure moci is Ha valakinek ez a fajta motor stílus jön be akkor ezt is simán megveheti magának Itt egy másik oldalról a szép, alulról is van haspáncél rajta, hatalmas láptartók, jó nagy fogakkal a tartsa meg a cipőt, kerekek is, szép, különös kerekek vannak rajta, ABS fék, led lámpák, LED irányjelzők, állítható ez a műanyag elől, tükrök is szépen bajthatóak lehet látni itt van a hajláspontja, azt is lehet állítani kézvédők rajta hátsó doboztartó van egy járilag, úgyhogy ez, 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 is például nagyon fullos motor. Na, itt van a CF-nél, és itt van a 800-as CF motornak, itt is van egy csávó, aki ezzel a motorral lemotorozott 100 ezer kilométert. És ez még első szériás 800-as CF motor amihez például volt kulcs nélküli indítás, mert gyárlag úgy akarták kiadni, hogy ezeket a motorokat, ez ilyen, ilyen, ilyen félig meddig ilyen gyári titok amúgy, amit most mondok nektek, hogy ez a CF motor, ez 800 os úgy lett volna gyárlag kiadva, hogy kulcs nélküli indítással, mint a KTM-nél, hogy KTM-nek is úgy a felső kategóriás motorjai, de viszont pont akkor volt a ö, chip hiány, a számítógépes piacon, meg ugye, ugye a világpiacon a chiphiány. ez véget ö, inkább kulcsosra, kulcsosan oldották meg a indítását ezeknek a motoroknak, nem pedig kulcs nélküli indítása, pont a chiphiány véget. Ki is van írva rá, hogy ez ilyen tesztmotor, ez még a legelső tesztmotor, amit kiadtak ebből, erre mentek rá 100 km -t. Szóval elvileg ezek is nagyon megbízható motorok, mert hát a már első generációs tesztmotorra is rámetek 100 000 km semmi nagy galiban nélkül, probléma nélkül, akkor a új modellekkel sem lesz elvileg nagyon nagy probléma. Tarol még egy kép, közelebbi. Na, a 700-as CLX is oda volt oda valakinek amúgy, és a és ha is bejárta vele egész szépen a világot, ő is ki volt rakva ilyen hatalmas tábla, és le volt írva, hogy merre fele járt vele. Na, ez pedig a 450-es sportmoci a CF-nél, a 450 es és ez pedig az új kettes generáció már belőle. a legnagyobb változtatás, ha jól tudom, az a hátsó keréken történt, csak egyik oldalról tartja maga a villa a hátsó kereket, ez ilyen, ilyen dukat is kialakítás, de, de gyönyörűen megvan oldal szerintem, nagyon szépen néz ki. Még ha jól tudom, akkor más kipufogót is kapott a moci. És ami a legjobb, hogy árban ugyanannyiba fog kerülni, mint az előző generációs modell, szóban. árban nem lesz változás, úgyhogy ha valaki szeretné a 450-es SR modellt vásárolni, akkor érdemes várni vele, még mindenhol beraktározzák ezt a új második generációsat, és inkább akkor ezt vegyétek meg. Na, no, itt lőttem egy képet alulról is a mociról. Láthatjátok, hogy gyönyörű, gyönyörű a motor. Nagyon jól néz ki a 450 es Szívesen elfogadnám akár egy végére is. Aztán motorozni vele. Na, végére is értem. Mehetünk a következő kategóriára. Ez pedig a custom motorok. Igen. Oké. Okay. Nézzük is a custom motorokat. Ez egy Harley, ha minden igaz. Igen, rá is van írva, Halli Davidson. Ez már ilyen full otthon gyárilag összeeszkávált motorok fognak itt következni. Na még volt pár indiámoci moci is, ezek ilyen gyárilag, amik meg ki voltak adva. De viszont igen, itt, itt már át, átcsinált motorok lesznek. Motorszerviszt is reklámoztak amúgy ott. Láthatjátok, hogy minden összes motoron van valami egyedi megcsinálva felnétől kezdve a hengerfejig, egyedi csiszolás, egyedi festés, egyedi kormány, üllés, minden lényegében van, hogy az egész motort átcsinálták. Ennek is volt egy ilyen külön standja ott ezeknek a custom motoroknak. Láthatjátok, hogy, hogy gyönyörű kis motorok voltak, meg is voltak világítva pár helyen. <laughs> ez is milyen jól néz ki, ráír vagy bastard. Nézzétek meg ezt az ülés, mint a régi, régi bicajokon az a kis dupla teleszkópos ülés. Itt még ugye a nagy mm, út, a hatalmas hengerfe is, andurva. Kipufogó Názamot is, motoros tuti ordít, egyből a lemlő, itt van Engerfejből leemlők, és egyből egy ilyen brutál sport dob rajta. Még nem is sportdob, csak egy, csak egy cső brutál. Na, meg ezt a légszűrőt akartam mondani, hogy itt vannak a légszírők egymás mellett, ezek a klasszikus öregfajták. Nagyon jól néz ki. Ú, na ez is, ez is, ez is brutálisan nézett ki ez a motor. Nézzétek meg itt a hatalmas légszírőket. Brutál, hogy ki van így vezetve oldalra, és így előre irányítva, vagy kapja minél jobban azt a hideg levegőt. Nagyon szépen meg vannak csinálva ezek a motorok. Itt is egy újabb ilyen motor. Itt maga a vázis szerintem otthon gyárilag van így összeegesztve, kivágva. Ez is nagyon jól néz ki. Főleg az, az első villa, hát ez, ez, ez valami brutál. Vagy ezek a, ez a kipufogó rendszer is, nézzétek meg, egy, lényegében egy cső az egész, úgy van kialakítva egy csőből, hengerfejből kiindulva. <laughs> Brutális valami. Következő moci. Na még egy. Ú, ez is, ez is nagyon jól néz ki. Na, és ez, az ez, ez aranyozott motor, ezt, ezt, nagyon sokan nézték, nézzétek meg ezt a mocit, srácok, ez, ez, nem tudom, hogy ez valódi arany, vagy csak valami színezés rajta, de viszont ez is, ez is kegyetlen valami, meg van ezt csinálva. Rengeteg idő, órát bele kellett ebbe rakni, szerintem az embereknek, hogy egy ilyet összeépítsenek ott helyben. Brutál, nem is tudom milyen árban mehetnek ezek a motorok, de, de gyönyörűek. Nézzétek meg ezt a gépet. Brutális valami. Kormányteló is van rajta. <laughs> Nem semmi. Ezt, ezt, nagyon csípem, amikor van egy ilyen üzemanyag ilyen jelző, hogy mennyi benzin van benne. Szóval láthatjátok, hogy ezt még akár használják is ezt a motort. Mert majdnem, hogy egyharma tank tele van. Lehet látni is, itt, itt van a benzinszint. <laughs> úgyhogy <laughs> <laughs> nem semmi. Na, végre is értünk, jó, mehetünk tovább a következő kategóriára. Na, és el is jutottunk a Ducatikhoz. Oké, okay. mutatom is. Na, itt volt az első Ducati, Hát igen, a Dukatiknak, ott érdemes elmondani azt, hogy ugye külön standja volt minden nagymárkának, és a Dukatik azok nagyon adtak a megjelenésre, minden standnak ilyen fekete alapon voltak a motorjai, fekete szürke, a dukatinál pedig vörös fal és hófehér talaj <laughs> megcsinálva összerakva, és azon álltak a vörös motorok, hát ez, ez valami kegyetlen turva volt, hogy kinézettel el az egész, de ugye ám tudom, ugye összes Ducati angyönyörű, hogy az, az, valami, kegyetlen, ez, ez valami elképesztő ez a motor, ez, ez nem is tudom, elvileg a Panigal szerintem, jó? Ja? A Ducati panigál. Ezek nem is lehetett ráülni. Összesnél ki volt rakva, jótom, hogy kérem nem ráülni. Ó, ez is brutális, v 4 titánium kipufogó rendszer, akropoics-tól ketté a végdobok. Nem semmi. Na is panigál. Slick gumik rajta. <laughs> az kemény. Ha nem semmi, fú, ez, ez, is, ez is, ez is olyan beteg motor. Ugye minden igaz, ez elvileg a kawasaki a turbós nékednek a nagy konkurens változata ez a motor. Brutál, Street Fighter, Ducati, V4S. Ez a motor is minden porcikájában ízik, vérik egy ízig vérig egy vadállat. Nagyon szépen néz ki amúgy. Nem tudom, ez a ducati az összes, összes motor gyönyörű valami, hogy megcsinálták. Ez is nagyon jó. Úgyhogy nem vettem volna a Ducati gyúk 690 et akkor lehet ilyet is vettem volna, bár árilag gyúk 690 es képes, szerintem az nagyon el van szállva. Ez is amúgy 695 cent is. Ilyen szuper motor, de hát ez is, ez is nagyon jól néz ki. Na oh, ez is, ez is nagyon szép motor Ducati Scrambler Szépen el van vezető, jó vált a kipufogó is És ilyen nagy, darkos kinézet Na itt vannak a túromotorjai a Ducatinak Ezekre sem lehetett ráülni <laughs> Jó, hogy meg lehetett nézni legalább ezeket a motorokat Hátulról is, hú ezek a termogéni kipufogók, nagyon jól néznek ki Vár, itt van folytás, megnézzétek, csak itt van ez a kis lyukacska. <laughs> Kijön egy kis füst. Ezt az egészet ki kellene pucolni belőle, aztán lenne ott hang egyből. <laughs> Na, el is értünk a Ducatinak is a végére. Mehetünk tovább akkor, következő mocikra. Ó, oh, a Harley, igen, jó. Mutatom a Harley motorokat, milyen Harlik voltak. Na, volt ilyen nagy Harley felirat És ez alatt voltak a modellek kirakva Akik Harley-sok, azok biztosan fannak örülni ezeknek a motoroknak Ezzel ugye az új Harley Davidson, azt nagyon reklámozták, ezt az új modellt Rengeteg reklám volt róla interneten, videókban És megnéztük, hát így kinézett, nem volt olyan nagyon hű, de valami szép motor, de viszont ráültünk, és így nagyon-nagyon kényelmes voltam, hogy az ülés pozíció, maga az ülés is rajta, még maga az az ülés, főleg az ülés pozíció volt nagyon jó azon a motoron. De egy kinézett, nem a legszebbek, ezt is megnézitek. Hát itt sem mondaná valaki két, hogy ez valaki valamilyen gyönyörű motor. <laughs> de itt már viszont rá is lehet ülni a mocikra. ez hm, az is, az is olyan, hogy kényelmes volt, meg minden de viszont kinézetre ez nem a legjobb. Hát ugye ennek is megvan külön a vásárló ö, szekciója, akik ezeket a motorokat preferálják, ezeket vásárolják, azoknak biztosan jó, biztosan tetszik. De én mondom, hogy konkrétan nekem nem nagyon jönnek be ezek a Harley motorok, de itt is volt egy harlis csaj. Úgyhogy kb. ennyi is az összes Harlis fotó. Na, nézzük tovább, akkor még mik vannak? Igen, volt ott egy Honda sarok is. Mutatom a hondákat. Igen, itt volt a Honda Dax, ez is ugye a új modellje a Hondának, egy vagy két éve jött ki. Jó tudom, nem tudom, nem tavaly jött ki amúgy. Volt a ugye Honda Monkey, Honda MSX, és most pedig ugye kiadták a Honda Daxot is, már azért mert külföldön nagyon nagy sikere van ennek, ugye nagyon keveset fogyaszt, olcsó motor, megbízható, el is több több, több tízer kilométereket rámennek, és alig lehet tönkretenni. Hatalmas ülés van rajta amúgy, és még plusz rakodótér is. Úgyhogy hihetetlen, hogy összerakták ezt a mocit. De, de amúgy a ja, nem rossz esélyet is el tudnák fogadni. Csak a váltója amúgy ilyen kicsit fura, mert látjátok, hogy előre, hátúra is lehet váltani. Ugye hátúra, hogyha ráléptek, akkor felfele váltatok, ha pedig előre, akkor pedig visszafele dobáljátok a sebességet. Ugye ez egy kicsit trükkös, de viszont szerintem meg lehet szokni. Voltak a robogók, Honda robogók. Hát igen, ez, ez, ez konkrétan nem szép, de ez is lefotóztam. újt voltak a rosszok, -ok, Honda-nak a crossjai. A CRF-ek, ezek, ezek nem brutál gépek, Honda-nak egyik legerősebb cross motorjai. Ezek is ki volt ki de állítva, nagyon brutál gépek voltak. Mik voltak? Ma ah, igen, itt voltak az új modellek, ugye Hornetek, Honda kiadta most az új Hornetjét, a 750-es Hornetet. Ezen kívül még kiadta Honda az 1000-es Hornetjét, és még kiadott egy 500-as Hornetet is. 500-as Hornetnek annyi a nagy hűhója, hogy ide ideig volt a sima 500-as 500 as cb 500 CB500F, CB500R, CB500X, ugye háromfajta modell, túra, sport és naked, és most pedig kiadtak még egy 500 as tehát pedig a Honda Hornet, de ez a Honda CB500F-re hasonlít nagyon, csak annyi, hogy elnevezték Hornetnek, és ugyanúgy árulják a CB500F-et is, még a Honda Hornetet is, de szerintem többé valószínű, hogy egy az egyben ugyanaz a két motorban a motor, Úgyhogy nem tudom miért elmúlt kiadni most a Hornetet. Tömi valószínű, én azért tippelnék arra, hogy kiadták, mert a CB500F-et már nem szeretnék gyártani, és inkább áttérnének erre 500 Hornetre. Bár nem tudom, nem tudom, fogalma sincs, mondom, talán, talán ennek van valami értelme. Na, itt is van a Hornet. Ez 500-os. Pirosban, Na, itt pedig a, a 1000-es Ez már 4, sor 4 Na, úgyhogy látjátok, hogy a piros hol tudom, ez az 500-as Ez a 750-es És ez, ez pedig az 1000-es verzió belőle Nagy nagyságrendileg kb. így néz ki ez a motor Amúgy így képen nem néz ki csúnyának, de viszont élőben, ha megnézitek akkor nem a legszebb motor. Itt is, itt is pont az a, az a szituáció áll fenn, hogy képeken nagyon jól néz ki a motor, de viszont élőben, ha megnézitek ezt a motorot, az eleje, ez eleje főleg nagyon ronda a mocinak ez, ez az eleje. Így, így képekre jól néz ki minden, de élőben, ha megnézitek, akkor, akkor nem a legszebb. Na, nézzük a következő mappát, hogy milyen motorok juttak még ide. Igen, nagyon jó. Eljutottunk a Kawasakihoz nézzük is. Itt vannak a kawasaki a motorjai. Ez egyik modell, másik modell. Ó, ez a kis 105 ös kis zümi, ez a vannak 105 ös motorja. Ezt is már 11 kw lehet vezetni. Hát amúgy ez sem lesz. Bár árban, szerintem kell sem vesznek ilyen motorot. Mert ennek az árán kijön másik márkánál 205-ös motor is. <laughs> szóval nem hiszem, hogy azt valaki meg fogja venni. Ú, ez a 650-es. Az 650 -es. es ez is nagyon szép. Ez a régi Café racer stílus. Ez a klasszikus motor kinézet. Nagyon jól néz ki, hogy ez a motor. Bár ebből a 900-os még szebb amúgy. Ez az z 650 sem rossz, de a 900-os még szebb. Igen, itt van az z 650 Naked. Ez nagyon szép motor, ez tetszik nekem. Ebből van a sportverzió, az is gyönyörű amúgy. Ja, itt van előről az e 50 es Na, a z 500 es ezek az új modelliek kovaszok, kiadott egy új 500-as szériát, és az -Z, -Z, z 500 os lett belőle. hogy ezzel akarnak konkurenciát csinálni a Honda-nak főleg. Ugye ott is ott vannak az 500 os modellek, főleg most, hogy már 4-500-as -4 modell is ott van a, a Honda-nál. Ugye a CF motor is már felvitte a 300 os motorjait már 450-esekre. És a Kawasaki még csak a 400-asnál volt lemaradva, és most kiadta a Kawasaki is az 500-as modelljét. Úgyhogy így néz ki vörösben a Z500-as Kawasaki. Igen, <laughs> e is, is a 650-es Ninja. Ugye eleve mutattam a Z650-et, az ugyanaz a motor van ebben is, csak ez a, ez a sport verziója neki-e nem szuper sport, csak sport, ugye már is két henger, de viszont ez is olyan gyönyörű motor, bár szerintem zöldben sokkal szebb. Ó, igen, ez ha minden igaz, akkor az, ez melyik két hengeres. Ja, úgyhogy igen, ez ugyanaz a motor, csak zöld fekete kombóban, 650-es ninja. Na igen, itt van a H2SX, a turbós Kawasaki. <laughs> erre nem kell sokat mondani, <laughs> megnézzétek a videókat, látjátok, hogy milyen brutális motor ez. Ugye ez a turbós ezres, hát igen, ez, ez, nehéz, nehéz bármit is hozzáfűzni. Erre is ráültem, hogy <laughs> nagyon nagy élmény volt erre csak ráülni is. Ilyet valamikor kipróbálni, fú, hát ez, ez valami brutál, valami lehet. Na ez pedig az elektromos motorja a Kawasaki-nak. Az rendes benzines motor van benne, ha jól tudom 650-es blokk van benne, vagy pedig az 500-os, most nem tudom, vagy az 500-as, vagy a 650-es blokk, de viszont van egy elektromos motor is, ami rásegít ennél a motornál, és a kormányon jobb oldalt van egy gomb, ami az elektromos motort így kapcsolja a pluszba, és ilyen plusz ilyen löketet ad menet közben, az ilyen ilyen mini mini-turbo gomb ezen a ezen a, ezen a, motoron. ha rá tudtok keresni Ninja Have, ezen, ezen a néha rá tudtok keresni erre a modellre. Érdekes gondolat ez a motor, hogy félig elektromos, félig benzines, de ezt még inkább mondanám, inkább benzinesnek, és csak ilyen egyharmad vagy egynegyed százalékban elektromosnak. Na, itt meg is tudom mutatni nektek ezt a, itt a hibrid rá is van írva, és itt, itt van az a gomb, itt, itt alul, itt van egy hatalmas ilyen fekete gomb, ezt a nyomjátok, akkor azzal kicsit ráturbóztok az elektromos motorral. Na ez itt a 900-as XSR, hát ez, 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 valami gyönyörű motor volt amúgy, ez, ez a 900-as. Ezzel a sárga kivitellel, ez, ez valami brutális, brutális motor volt. Nem szépen nézett ki. Ez 2 igen, ez, ez ezres, sor 4000, Supersport, hát igen, ez is már egy külön kategória. Még a kavának a többi motorja, ami ki volt így állítva. Ezres Verzis. Na, és el is érkeztünk a kaaszakiknak a végéhez. Mehetünk tovább. Következő a KTM. Mutatom is a KTM motorokat. Na, itt is vagyunk. Egyből kezdhetjük azzal is, hogy megkapta a KTM az új dizájnt, az új dizájnt a 2024 es évre, így néznek ki a új gyúkoknak az elejei, de csak a kis gyúkoknak, a nagy gyúkok szintén más dizájnt kaptak. Úgyhogy ez ja, ezek is 105-ös és a 390-es gyúk ezt a fajta dizájnt kapta egy előről. Menjünk tovább, igen, ez a, ez a túra motor a KTM-nél, ezek nem változtak, ezek maradtak a régiek, igen, és ez, ezek voltak az újak. Ez az új uh, 90 es gyúk. Ugye volt a 790-es gyúk, kiadták az volt az első generáció, a második generációban a 790-et átalakították 890-re, és most 2024 re pedig a 890-ről, pedig felmentek 990-re, úgyhogy lényegében a KTM-nél generációváltásonként volt 100 köpcenti növelés felfele. És most egy ilyen elejét kapott a 990-es modell is, és az 1300-as modell is a gyúknál. Ami szerintem nagyon szép, nagyon jól van csinálva ez a modell. Kinézetre első osztályú. Igen, ez, ez a 790-es. Ja, ez a 790-es modell. Ugye ez volt az első igen, aztán volt 890, és előbb pedig mutattam nektek a 990-es modellt, Még árulják még mindig a 790, a 890-et is, meg a 990-et is. Tehát szerintem hamarosan ki fogják filtrálni ezeket, és megadják csak a nagy modellt. Ha ez az egyetlen sportmotorja a KTM-nek, ez a 390-es RC. Ezt is átdolgozták amúgy. 2024-re kapott egy új eh, első burkolatot, első kinézetet. Hát nem tudom. Nem szép amúgy. A KTM-nek soha nem volt erőssége szerintem a sportmotor, főleg a sportmotornak a kinézete. Jobb is, ha nem gyártanak ilyet, szerintem ezt a modellt sem kéne gyártaniuk. Szerintem nem éri meg nekik. Biztosan nincs annyi eladott példány ebből a motorból, hogy megéri a KTM-nek ezeket a sportverzió jó 390-eseket gyártani. Inkább maradjanak a gyúkvonalnál és a túravonalnál, és az a legjobb, az a legjobban a KTM-nek. Ó, na itt van egy közeli. Az új első dizájnról, ez valami tiszta, mint a, a, a Predator, mint <laughs> a Predatornek a feje, <laughs> brutál. Na itt a 990, hozzám képest, rájöttem, nagyon tetszett, nagyon filózok, hogyha egyszer egy jó árban megkapnám ezt a motort, kevés kilométerrel, nem újonnan, hanem használtan, akkor szerintem nem gondolkodnám sokat is, simán megvenném. Na és itt a 1300-as. Sőt, 1400, ugye. Az előző generáció ugye az volt 1290-es gyúk, ez pedig a 1390-es. Úgyhogy ez az új 1390-es gyúk, 1400 köbcenti feketén narancsárgán. Ez, ez, ez valami brutál volt ez a motor amúgy kinézetre, mindenre, Ráültem és éreztem, hogy még egy helyben állva is, hogy itt hatalmas horsepower-ök vannak. Úgyhogy brutál, brutál. Kinézetre is gyönyörű, így ülésre is, testtartásra is nagyon jó, így a motoron ülve. Hátsülés, megnéztük a hátsülést, még, még az is nincs elkicsinyítve, elszűkítve és egy szép nagy hátsülés van rajta. Nem tudom, ez, ez a motor, ez valami gyönyörű szerintem, ez az a 400-as. Egyszerűen, nagyon sok felesleges pénzem, akkor ilyen motort vennék magamnak. Igen, ez is egy új modell a KTM-nél, lehet látni. Jól tudom, akkor ez valami Supermoto lesz. Ja, ez igen, az ez szupermoto. van valami kézvédő is rajta, de ez is, ez is elég szép, a KTM-nél. Ja. Igen, igen, itt van róla egy még, egy, még egy szögben lefotózva, innen is jól néz ki. Igen, itt az, az a 400-as, itt is ráültem. Ja, 900-asra is felültem, kipróbáltam az a 4-eset is, itt még menőbbnek éreztem magam. De túra motor, az annyira nem hozott lázba senkit, és amúgy most volt a KTM-nek a 30 éves évfordulója, ahogy a gyúkoknak, ugye ezt külön ki is emelték így a háttérben a KTM-nél. Na, mehetünk is tovább. Következők a szuper Igen. Jól van. Szuper ez volt az első modell, amit meg lehetett tekinteni. Csak nem annyira látni, mert kicsit homályos itt a képen ez a modell, de <laughs> biztosan rosszul volt lefényképezve, de azért meghattam a fotót, mondom még lehet, hogy legalább videóban megmutatom nektek. Igen, itt volt az új szuperszokó ez a Stash, ezt a mocit úgy reklámozták, hogy 15 kW-os, és lehet vezetni A1-es motorjogsival, ugye, ami 11 kw van. És nem értettem a logikáját, azt hittem, hogy új törvény jött ki 2024-ben, mert mondom, hogy a 15 kw az nem 14, és 11 kW-ig van jogsi, ha megcsinálod. És ugye ez pedig 15, és úgy volt bepromózva ez a motor, hogy lehet vezetni úgy, ha nincs motorra jogsid, hogy elég hozzá egy autós jogsi. ha van autóra jogosítványod, ugye, mert ha van autóra jogosítványod, akkor vezethetsz 125-ös robogót, ugye, ami automata, és 125 köbcenti. És papíron ez a elektromos motor, ez a stash, 125 ös robogónak felel meg, ami 11 kW-os, de viszont úgy reklámozzák, hogy 11 kW-os motor. Hogy áll össze a kép? Rákérdeztem a csávónál, aki ott állt a motornál, és azt mondta, hogy 11 kw telesítményen a motornak, de van rajta egy turbógomb, amit ha bekapcsoltok, akkor 11 kW-ról 15-re fel tudja magát turbózni a motor, és rövid távon tud menni 15 kW-os De amúgy vannak negatívuma is, azokra is rákérdeztem. A negatívum az, hogy nem lehet kiszenni az aksit, Úgyhogy fix aksi van benne, csak a motoron belül lehet tölteni. ez eleve egy hatalmas negatívum szerintem, mert a szuperszokóknál legalább ki lehet szedni az aksit, ugye főleg attól még kettő aksit is bele lehet szerelni. Itt nem lehet egy aksi és az egy is beépített. Viszont akkor a hely van itt a tartálynál, az üzemanyag tartálynál, ahol lenne, hogy ezt a felnyitjátok, egy komplett nagy teresítékű bukósisak isak le tudjátok zárni, és nem kell magatokkal cipelni, hurumplálni a bukós isakot. Szóval, ja. Úgyhogy ilyen érdekesség volt erről a motorról. Na, itt vannak a szuperszokók, az összes fajta modell ott volt kiállítva. Itt volt ilyen QNR, ez ilyen, hát nem tudom, ez ilyen, nem tudom, ez ilyen ugrálós, így a erdőbe kihajtós kis motor, ez új modellje a szuperszokónak, ez a QNR. Ráültünk, de <laughs> akarjátok tudni, hogy milyen rossz volt ez, az az ülés, amit rajta van, nem akarok hazudni srácok, ilyen nagyon maximum, hogyha nagyon maximumot akarok mondani, két centi széles volt az az ülés, ráültem, én még ennyire kényelmetlen, szar ülésű motoron soha nem ültem, mint ez volt. 10 másodpercig elég volt rajta ülni, és le is szálltam róla, mondtam, hogy köszönöm, soha többet. <laughs> ja, itt van erről lefotózva. Amúgy magam után nem néz ki szépen, és mondom, nagyon, 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 nagyon kényelmetlen. Na, ennyi volt a szuperszokó rész. Mehetünk tovább, még van itt három mappa. Igen, következő a Suzuki. Mutatom is. Itt van az első kép, az ilyen bemutató fotó. Igen, itt van egy sportmotor, a gsx -er. Ja, ez új modellje, a GSX 8R. Hát, nem a legszebb motor, viszont ár, érték, arányban ebben a köpcenti kategóriában Amúgy nem rossz, főleg úgy, hogy megnézzétek, hogy ez a motor is mindent megkapott, ami szemszájnak ingere Kinézetre nem a legcsonyább, viszont árban egész jó, ha ilyen sportosabb motort szeretnétek vezetni Meg biztosan vannak a Suzuki pártisok, azok meg biztos bejön Én is amúgy szívesen elfogadnám egy Suzuki-t Még szerintem ezt is simán kipróbálnám de hát én nem tudom, inkább, inkább mondanám ezt szebbnek, mint hogy csúnyának, úgyhogy úgy, ezt, ezt még elfogadnám. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez az új Suzuki modell, amit 2024-re kiadtak. GSX-8R. Úgyhogy nem néz ki rosszul. Igen, ez a sportmotor, lehet látni, hogy hát csúnya, 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 nem szép, nem szép ez a motor, főleg ezzel a ábrázattal. <Szorítanak> hát ez, ez... <szorítanak> kegyetlen. Hát igen, ez lehet látni, hogy ez nem akart ott lenni. Ez, ez a modell az a suzuki csak kényszerből volt ott. <Szorítanak> ez az arc mindent terel magáról. Ó, <szorítanak> és itt van az új hajabusa, úristen. De hát igen, árban is majd 18 ezer euró. De viszont ez, ez már egy, egy repülőgép, ha megnézitek. Úgyhogy, úgyhogy, ja. hogy is rá lehetett ülni, kipróbáltuk, hát nem tudom, kényelmet nem voltam, nagyon-nagyon előre kell rajta dőlni, meg minden, de viszont biztos kipróbálnám, egy élményfaktornak szerintem nem lehet rossz. Ez egy, ez egy igazi rakéta. Nézzük tovább, hogy mik vannak még. Igen, meg itt van a Triumph és a Yamaha, igen. Nézzük meg akkor a Yamahát. Na, itt vagyunk a Yamahánál. Ez a Yamahának a új mocia. Azt is ki volt állítva, lefotóztam nektek. Az a Yamaha teréne. Hát igen, ez is amúgy, ez nagyon szép. Ez a nagyon hasonlít, tudjátok mire? A 450-es CF motornál, arra, arra a terepmotorra, amit mutattam nektek a CF-nél, arra nagyon hasonlít így kinézetre. Szép, szép motor ez is van a Tracer 900-as Ez is jól néz ki, így vörösben, amúgy nagyon szép moci Három hengeres Ezzel is simán ki lehetne motorozni a világból Na, ez sem rossz Itt a háttéren, pedig nem nagyon lehet kivenni a feliratot Igen, ez pedig az XSR 900-as Yamaha Na, ez is, ez is, ez is gyönyörű, amúgy Árban sem rossz, amúgy 11400 euró Á, ah, szép, nagyon szép gép. Akinek nem jön be amúgy a MT-09 vagy a Túra moci, azoknak szerintem ezt kéne kipróbálni, XSR 900-at, mert az ülés pozícióra is telesen más, ugye, és ugyanaz a blokk van benne, az, az a brutális háromhengeres blokk. És kinézette szerintem nagyon szépek. Itt is a 700 ös teneri. Ez is gyönyörű, amúgy nagyon szépen megcsinálták. ú, uh, és az MT10. Ez az egyik legkomolyabb motoram Úgy, így az összes ezres kategóriában. Megnézitek ezt a blokkot. Ez úgy be van építve, hogy itt a, a váz váz és a, a motor közti helyet ziget, zugot, szinte mindent kiasználtak a mérnökök. Mindenek megvan a maga kis helye, kis, kis még a leg, legutolsó a fél centit is kihasználták itt a mérnökök nagyon durván van építve ez a motor. Sajnos az eleje nem lett a legszebb ennek az új MT10-esnek, olyan, mintha nem fejezték volna be így az alját így felülről indították a tervezést, középet kicsit megakadtak, és itt alulról, mint elvesztek volna a fájlok. -ok. hogy <laughs> nem tudom elképzelni, mi lehetett a probléma, de, de amúgy, úgy nem, úgy nem, nem rossz, amúgy nem annyira csúnya. Ez még az új MT-09 ugye nekem, ami volt az a második generáció volt, az volt a két a harmadik generáció, és ez pedig az új négyes generáció. Hát itt sem vitték túlzásba az <laughs> előről a kinézetet, viszont sokkal szebb, mint a harmadik generáció volt, de viszont ez is, ez is még csúnya szerintem. Úgyhogy la, láthatjátok, hogy ez a 2024-es MT-09 teljes pompájában. Na, és akkor átéletünk az utolsó kategóriára, ami ott volt a kiállításon, az pedig a Triumph. Igen, a Triumphnak voltak még ott motorjai, de azokat is akkor átnézzük. Na, itt vannak a Triumphok. Hát igen, ez a klasszikus Triumph, ezt is lefotóztam, gyönyörű itt voltak az öregek, a veteránok, azokról is, mondom, az is megért egy misét. Nézzétek meg, ezek voltak a legelső triumpok. Nagyon szépek amúgy ezek is, még, így még, még, még a mostani, mostani, szemmel is megnézve. Itt volt a triumpnak a dokja. Ú, Triumph Street Triple. Hát igen, ez, Ilyet is, ilyet is elfogadnák, ez már el is volt adva. Amúgy a Triumph volt az, az a márka, aki a legtöbb motort eladt így a kiállítás során. Szinte majdnem, hogy az összes motorjuk el volt adva, és oda is volt írva, hogy nem lehet ráülni, fogdosni nagyon, mert már le vannak foglalva, el vannak adva a modellek. Itt az új Tiger, ez is amúgy szépen néz ki valaki túrázásra szeretne motort, vagy, vagy kirándulni, vagy bármel egy eljárkálni, akkor ez az a Crescent Tiger is egy nagyon jó kis választás amúgy. Igen, itt is egy új modell, csak sajnos csak a búrának az első része látható így a sorokban. nagy itt Trident, amúgy. ez is nagyon jó, ez is nagyon tetszik nekem az a motor, rá is ültem, így hogy milyen ülés pozícióra, nagyon jó, ez is három hengeres amúgy, ez 660-as motor, Ilyet is amúgy gondolkoztam, hogy megvásárolnék, viszont az a baj, hogy picit így, így, így fizikailag kicsi az a motor, így, így, így dimenziókban, elhelyezitek, így egy u 690-eset, ez sokkal nagyobb ilyen termetese a motor, például ez a Tridenthez képest de viszont élményfaktorra szerintem ez is nagyon jó lehet, főleg úgy, hogy ugye biztosan nagyon könnyen lehet dönteni ezt a motot is, meg könnyű, háromhengeres, fürge, alul felül ő, húz, szóval nem lehet, nem lehet egy utolsó moci. Jó árban találnák valamikor, akkor könnyen lehet, hogy egy vagy két évre ö, befizetnék egy ilyen mocira, és megvásárolnék egyet. Na itt a következő trium, ez annyira nem fogott, meg csak lőttem ről egy fotót. Ó, itt van még egy. Ez már egész szép volt amúgy. Triumph Speed 400-as. Na, ez az nem rossz így kezdő motornak szerintem. Na, ez viszont az egyik leg legjobb motor volt a kiállításon. Ha megnézitek, ez itt, itt minden, minden, minden jól néz ki ezen a motoron. Igen, nézzük is. Itt van az első búra. Igen, az első telók, kerek, kerék, első kerék kicsit homályos, de viszont azért jól kivehető szerintem, hogyha megnézitek. Úgyhogy a ja, csak egy gond volt ezzel a mocival is, hogy már le volt foglalva. Ha megnézzük itt, a <laughs> itt vannak a lényegében a látható jelei, hogy le van foglalva a moci a jobb kézen, de hát ez van. Na szóval, ezek lettek volna a motor kiállításon kiállított motorok, nálunk Szlovákián, remélem, hogy tetszett ez a kis viccesre sikeredett <laughs> motor bemutató. Kicsit elhúzódott az idő is, amint látom több mint egy óra hosszú lett ez a videó. Ha itt maradtatok a végére, akkor köszi, hogy megnéztétek, dobottak egy hatalmas lájkot like erre a videóra, és ha nem adtok feliratkozva a csatornára, akkor pedig iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Én Stark voltam, legyetek jók, motorozzatok sokat, sziasztok!